Két trend figyelhető meg jelenleg a lakberendezés körében. Párhuzamosan igény lett a kisebb-nagyobb esztétikai felújítások és korszerűsítések mellett az otthoni kényelmi szolgáltatások megteremtésére, illetve a home office munkavégzés miatt az otthonokban speciálisan kialakított, szeparált dolgozóterek kialakítása is elterjedt. Nincs sok lakásban önálló tér erre kialakítva, ahol becsukom az ajtót, és mondjuk nyugodtan tudok dolgozni. Tehát ebben az otthoni munkában ezek azok az apró dolgok, amiket változtatni kell, módosítani kell. Nekünk is lesz majd egy sorozatunk ezzel kapcsolatban. Szerintem ez most egy olyan tevékenység, egy olyan megoldandó feladat, ami szinte a legtöbb otthonban problémát okozott. A lakásfelújítások mellé hatalmas támogatásokat kapnak a családok. Érdemes akkor is, ha kisebb pénzből gazdálkodunk, szakemberhez fordulni, hiszen nem mindegy, hogy milyen lesz az az otthon, amire ezt a pénzt elköltjük, és az harmonikus, meleg, ránk szabott otthon, akkor biztos, hogy sokkal jobban fogjuk ott érezni magunkat. A home office kialakítása mellett a decemberi adventi hangulat is meghatározó otthonainkban. Ács Erzsébet azt mondta, hogy a díszpárnák és a különböző textilek segítségével alakítsuk át a helyiségek megjelenését. A fények alkalmazásával szintén meghitt ünnepi hangulatot tudunk elérni otthonainkban. Most arra törekszünk, hogyha lehet minél több fényforrás legyen, amivel ezeket a hangulati elemeket létre tudjuk hozni. Nagyon fontos ugye a gyertya, mint olyan ilyenkor, természetesen azért vigyázni kell vele, de ugyanilyen fontos az, hogy ha van kis teraszunk, vagy van egy kertünk, ott is a fényekkel, főként este, amikor hát most már ráadásul korán sötétedik, és kinézünk, az is a lelkünket úgy megnyugtatja, és olyan jó kinézni a sötétbe, amikor kicsit kis fények vannak az udvarunkba, de akár egy kicsi teraszt is meg lehet úgy szépen csinálni, hogy mini égőkkel a teraszkorlátot körbe tekerni. Tehát nagyon sok olyan apró dolog van, részlet, amire talán most több időnk van, hogy foglalkozzunk vele, és foglalkozzunk, mert ez mind melengeti majd a szívünket. A lakberendezés terén a nagy inspirációt jelentő nemzetközi kiállítások elmaradtak az évben. A Lakberendezők Országos Szövetsége egyedülálló és innovatív, virtuális kiállítást rendez. Bemutatásra kerülnek a lakberendezés új trendjei, alkalom nyílik tervezők és művészek megismerésére. Különböző inspiráló ötletekkel találkozhat a közönség november 26-ától 3 hónapon át a lakberendezők.hu oldalon.